A csatorna vendége most Temler Diana, a Kőbányai Momentum alelnöke és a 6-os számú választókerület önkormányzati képviselője. Na, mit szóltak, kit hoztam nektek? Mit is csinál pontosan egy önkormányzati képviselő, mert szerintem nem mindenki van vele tisztában. Az önkormányzati képviselő lényegében bármit, amivel megkeresik a körzetében, vagy hogyha nem keresik meg, akkor ő maga találja meg a problémákat. Például most a legutóbb köztéri fogadóórákat tartottam, mert úgy tűnik, hogy az emberek, hogyha megvan hirdetve egy fogadóóra, ahol elmondhatják a panaszaikat, amikben én tudnék nekik segíteni, arra nem jönnek el. Úgyhogy fogtam, kiálltam a pulttal, és úgy találtam meg az embereket. Hát egy utcai? Utcai, igen. Kiálltam különböző helyszínekre a körzetembe, ahol megválasztottak engem, és így találtam meg az embereket, akik elmondták a problémáikat, amiken én tudok segíteni. Ilyen apróságokról beszélünk, hogy illegális szemétlerakás például, hogy nincsen megfelelően akadálymentesítve a járda, vagy szemetes az utca. Ilyen tényleg olyan dolgokról van szó az önkormányzatokban, ami a mindennapi életét megkeserítheti az embernek, és ezeken próbálunk segíteni. És egy-egy utcai kitelepülésnél hányan szoktak úgy oda menni hozzád? Most kezdtem ezt, négy ilyen volt. Hát olyan nagyjából 5-10 emberrel tudtam beszélni, de az az 5-10 ember továbbadja, hogy engem meg lehet keresni, odaadom a névjegykártyámat, rajta van a telefonszámom, e-mail címem, és akkor kapom folyamatosan a megkereséseket, hogy a kutyafuttatóban még nem nyitották meg a vizet, nem tudnak inni a kutyák, vagy nincsen levágva a fű a játszótéren, és ezekben segítek. És erre milyen eszközeid vannak? Tehát oké, ezt így elmondják neked, és utána te mit tudsz ezzel tenni? Kiknek továbbítod a kéréseket? Hát az önkormányzatnak jelzem, az önkormányzat megfelelő részeinek jelzem ezeket a dolgokat, és megoldják. Ha vannak olyan helyzetek, mint például ez az Európa Park, hogy rettenetesen le van szegény pusztulva, azért is csináltuk erre a helyszínre több okból, ez szimbolikus, ugye Európa nap van, május 9-én, most vasárnap van 7-e, úgyhogy egy kis családi napot csináltunk. Ide jöttünk, rendet raktunk, összegerebjésztük a levágott füvet, mert azt még nem csinálták meg, kiültettünk néhány virágot, és ezzel is felhívtuk a figyelmet arra, hogy ez a park nincsen rendben tartva. Pedig a Holdról is látszik, éppen most megy el felettünk egy repülő, viszont azt is tudom rólad, hogy önkormányzati képviselőségen felül te vagy a Momentumnak a helyi alelnöke. Egy ilyen alelnökség ez mit akar, hogyan kell ezt elképzelni? Helyi alelnökként a helyi elnökségnek az a dolga, hogy aktívan tartsuk a helyi tagságot, akik szintén hozzák a saját kis problémáikat a lakókörzeteikből, amiket mi rendbe tudunk hozni. Önkéntes munkával, például szemétszedéssel ilyeneket szervezünk, eseményeket szervezünk, hogy elérjük az embereket, illetve el tudjuk mondani, hogy milyen jó lehetne az önkormányzatiság. Mennyivel szabadabb lehetne Magyarország, hogyha olyan emberek vezetnék, mint például én, vagy az összes többi önkormányzati képviselőnk, hogyha megnézzük, hogy például Pikó Andrásnak Józsefvárosban mennyivel más a hozzáállása az önkormányzatisághoz. Én abban reménykedem, hogy a helyi szervezettel mi is meg tudjuk mutatni a kőbányaiaknak, hogy mennyivel másabb lenne a hozzáállás az emberekhez Kőbányán, hogyha Momentumos vezetése lenne. Hálózatépítési tevékenység is van ebben az alelnökösködésben? Mindenképpen, igen, igen, az is. És ezt hogyan szoktátok lerendezni, hogy ezt hogy csináljátok a hálózatépítést? Hát minél többször találkoznak velünk az emberek, minél több olyan dolgot oldunk meg, ami tényleg fontos a számukra, annál többen jönnek hozzánk, és jelentkeznek hozzánk tagnak, aktivistának. Van egy csomó olyan ember, aki nem akar párttag lenni, amit teljesen megértek, és viszont részt venne szemétszedéseken, vagy egy parknak a rendbetételében. Őket is szeretettel várjuk, mi őket mindig meghívjuk ez ilyen eseményekre, és szép szemmel jönni is szoktak. Jó, hát köszönöm. Ez egy nagyon kimerítő beszélgetés volt eddig, de lehet, hogy most jön a fekete leves, ugye vannak más pártoktól is itt a körzetben, a testületben. Ilyenkor, hogyha jól tudom, akkor szavazással döntötök el kérdéseket a helyi ügyekről. A többi párttal milyen a viszony a Momentumnak itt Kőbányán?
Hát nálunk ugye van egy nagyon furcsa helyzet, úgy szoktam elmondani a szavazóknak, hogy ennél demokratikusabb nem lehetett volna, amit itt Kőbányán megszavaztak, mert hogy van egy fideszes polgármesterünk egy fős ellenzéki többséggel, ami azt jelenti, hogy minden egyes kérdés, amit szeretne a vezetés, hogy megtörténjen, megszavazzuk, azon ezer meg ezer beszélgetésen keresztül vezet az út. Tehát minden egyes dolgot sokszor átrágunk ahhoz, hogy utána működőképes lehessen és meg legyenek szavazva. Ugye én azt vallom, hogy nincsenek bal meg jobboldali járdák, meg narancssárga meg piros fák, hanem mindegyik ugyanolyan, és az önkormányzatiságban tényleg az emberekhez legközelebbi problémákat kell megoldani. Alapvetően a többi párttal munkakapcsolatom van, nyilván a sajátjaimmal barátkozom, de mindenkit meg tudok keresni abban az esetben, hogyha erre szükség van. Ennek így kéne működnie az egész országban. A beszélgetés elején említetted, hogy szeretnétek megmutatni, milyen lenne a környezet, hogyha te például pozícióba kerülnél. Ha jól értettem, volt egy ilyen felhangja is a mondani valónak. Ez azt jelenti, hogy jövőre például újra akarsz indulni, illetve jelenti azt, hogy magasabb szintekre próbálnál lépni, akár parlamenti képviselőként, vagy bármiféle ilyen ambícióid a jövőben vannak? Én nagyon szeretem az önkormányzatiságot, én szeretnék az önkormányzati pályán maradni, az biztos, hogy szeretnék újra elindulni 2024-ben, valószínűleg a 6-os választókerületben, ahol már meg vagyok választva. Te itt laksz egyébként? Igen, a Liget utca környékén. Most egy kicsit beszélgessünk a pedagógus tüntetésről is. Ez ugye most volt szerdán. Én végig ott voltam a karmelitáig, amíg le nem csillapodtak a kedélyek, addig kint voltam, és azt vettem észre, hogy egyre kevesebb pedagógus látok kint, arányában véve sokkal több diákot látok kint. Lehet, hogy tévedek, vagy te másképp látod, de mit látsz ebben, hogy ez miért van, hogy egyre több a diák, és egyre kevesebb a pedagógus? Nekem az egy hatalmas boldogság, hogy ilyen fiatalon kiállnak az igazukért ezek a diákok, és szerintem csak szuperlatívuszokban lehet arról beszélni, amit csinálnak. Akár az egységes diákfrontról van szó, akár más diákokról, akik beleállnak ezekbe a tüntetésekbe. Én úgy érzem, hogy amióta pedagógus tüntetések elkezdődtek sztrájkokkal, polgári engedetlenséggel, stb. Mind a pedagógusok, mind a diákok, és egyre inkább a szülők is új és új kreatív eszközöket találnak a tiltakozásra. Hát az, hogy a szerdai tüntetésen nem csak a diákok és a pedagógusok jogairól volt szó, hanem szó volt az AVMS-ek problémáiról, a kilakoltatásról, szó volt az akkumulátorgyárakról. Ez egy hatalmas előrelépés, hogyha onnan tekintünk, hogy eddig mindenki csak a saját igazáért állt ki, most különböző dolgok kezdenek összefolyni, és együtt kiállnak azért, amiben hisznek. És ez szerintem hatalmas dolog. Jó, de most a pedagógus tüntetés nézve, hogy ott fogynak a tanárok. Tehát ez nem így látod? Tehát ez nem gáz? Én most is, ahogy a korábbi pedagógus tüntetéseken is találkoztam volt tanáraimmal, nem fogok neveket mondani, meg iskolákat mondani. Én nagyon büszke vagyok rájuk, hogy még mindig kitartanak. Nyilván ők is fáradnak, ráadásul sajnos nagyon sok helyen félnek is. Egyrészt a megjelenéstől, másrészt ugye, hogy mi lesz velük a státusztörvény után. Annak örülök, hogyha ők el is veszítették most egy picit a motivációjukat, mert valóban egy picivel kevesebb pedagógus van az utcán, mint mondjuk diák, de a diákok ki tudnak állni a jövőjükért, és egyre több szimpatizánst és szülőt látok. És nekik is ugyanannyira fontos ez az ügy, hogy értelmesen meg legyenek fizetve egyrészt a tanárok, normális körülmények között tudjanak tanítani, hogy ne kelljen 60 órákat dolgozniuk hetente, hogy aztán utána ne tudjanak leadni egy olyan anyagot kreatívan, amire ténylegesen szüksége lesz annak a gyereknek a való életben.
én azt is látom, hogy a szakszervezetek, illetve a tanítanék mozgalom is folyamatosan mozgolódik. Itt Kőbányán is volt a pedagógus szakszervezetnek egy fóruma, ahol a bosszú törvény különböző problémáit vetették föl a tanároknak. Több mint 100-an vettek rajta részt tanárok. Tehát abban sem vagyok biztos, hogy mindannyian motivációt vesztettek volna azért, hogy kiálljanak az igazukért. Én láttam kint 4 momentumos résztvevőt körülbelül a szerdai tüntetésen. Milyen státuszban vannak kint, hogy a párt tagjaként szerepelnek ilyenkor, vagy pedig magánemberként, illetve nekik milyen motivációjuk van, aztán majd elmeséled a tiédet is. Azt gondolom, hogy nekünk állampolgárként is kötelességünk kiállni azokért a dolgokért, amikben hiszünk. És a Momentum ezt folyamatosan bizonyítja, hogy minden egyes olyan ügyért, amiben hisz, kiáll. Kim volt a teljes frakció, a teljes parlamenti frakció, és rengeteg önkormányzati képviselő, illetve nagy számban képviselte magát a 10X is. Egész egyszerűen csak nem szerettünk volna rátelepedni, épp ezért nem volt rajtunk momentumos kitűző, nem volt rajtunk momentumos kabát, nem vittünk momentumos zászlót, hanem beálltunk ugyanúgy a sorba, ahogy bármelyik diák, tanár, szülő vagy szimpatizáns. És hogyha már elmentetek oda, akkor miért nem vittétek magatokkal? Nekem egy eszembe jutott, hogy vannak ezek a lila ilyen erővágók, láttam korábbi videókon, Hatházi Ákos is kint volt például, akkor miért nem vittétek magatokkal ezeket az eszközöket? Akkor a gyerekeknek nem kellett volna öldösödni, hanem gyorsabban eljutnak a könyvgázig. Én ezt a frakciótól kérdezném meg, mert nem tudom, hogy miért nem voltak náluk ilyen eszközök. Azt tudom, mert láttam, hogy nem a Momentum frakció bontotta most le ezt a kordont a legutóbbi tüntetésen, ez már egy szimbólumá vált. Annak a szimbólumává, hogy a hatalom nem hajlandó meghallgatni a vele egyet nem értőket, és elzárja magát azzal a kordonnal a valóságtól. Elzárja a magyar embereket is a valóságtól. A valóságtól, hogy ezer és ezer tanár hiányzik. Attól, hogy azt hiszem 20 fizika tanár jelentkezett most idén, vagy fizika tanárnak 20-an jelentkeztek az egész országban. Ezekről lenne érdemes beszélni, viszont a hatalom nyilván nem szeretné, mert akkor lehullna a lepel, lebomlódna a kordon. Vannak olyan vélemények, akik azt mondják, hogy na jó, de hát mégiscsak kordont bontottak, és ez, tehát hogyha szabályt szednek, akkor ez jár érte, hogy ugye adott esetben könyvgáz, eljárást indítanak, benne a Gyorskocsi utcában éjszakáznak, tehát hogy végül is törvényt sértettek a fiatalok azzal, hogy ahogy viselkedtek kint. Nekik mit üzennél? Azt üzenném, hogy ne hagyjátok abba, attól, hogy így viselkedtek veletek, attól ti még a saját igazatokért álltatok ki. Döbbenetes, tehát tényleg döbbenetes. Egy napig nem tudtam igazándiból megszólalni, olyan helyzeteket láttam. Szerintem a rendőri túlkapás, ami a legutóbbi tüntetésen történt, az egyáltalán nem volt arányos azzal, amit az első sorokban tapasztaltam. Egyáltalán nem voltak olyan agresszívak, amire ilyen válaszokat kellett volna adni. Én személy szerint nem hallottam a felszólítást arra. Úgy hallottam, hogy volt felszólítás most valamilyen podcastben, de én nem hallottam személy szerint, hogy lett volna felszólítás könyvgázra. Hogyan tudsz kimenekülni, hogyha meg arrébb menni, hogyha arcon fújnak, biztos láttad azt a videót, a 17 éves fiú, arcon fújnak és kapaszkodsz, hogy ne essél el, és közben ütnek bottal. Ez normális? Szerintem ez egyáltalán nem normális. Teljesen mindegy, hogy fiatalkorról beszélünk, vagy felnőttről beszélünk, egyáltalán nem volt agresszív, és mégis bántották. Szerintem pont fordítva ülünk a lovon, és azt hiszem, hogy a rendőrségnek kellene átgondolnia, és itt most nem az egyes rendőrökről beszélek, hanem a vezetésről, hogy hogyan lehet békésen tömeget oszlatni.
mert ez így csak rosszabb lesz, hogyha így folytatják ők is. A Telexen egyébként lehet látni a srácnak a káváriáját, én pont ma néztem meg, vele készült egy külön, azt hiszem, ilyen 6-7 perces anyag, nyugodtan megnézheti bárki, de nekem az a gondolatom, hogy eleve ugye nem kéne ott lenni a kordonnak sem, mert ugye most ugye kijött az, hogy törvénytelen, és valami bíróság ugye egyrészt kihozta, másrészt meg én nekem az a vélemény, hogy nem lenne ott a kordon, a gyerekek biztos, hogy nem akarnak a karmelitába közvetlen betörni, hanem igazándiból ők közelebb akarnak, kellemetlenséget akarnak okozni nyilván a vezetésnek, nyilván ott akarnak lenni minél közelebb, hogy amikor mennek oda a politikusok, a különböző magasrangú képviselők, akkor akár bekiabálhassanak nekik, ezt mind el tudom képzelni, de külön betörni szerintem senki sem akarna. Egyszerűen a kordonnak a jelenléte az, ami irritálja ezeket a gyerekeket, és azt láttam, hogy amikor nem engedték őket be ugye a dísztérről a karmelita elejére, ahova szoktak a momentumosok is szoktak járni, akkor egy ilyen kétségbe esett, hirtelen jött ötlet volt, hogy akkor essenek neki a kordonoknak. De valójában, ha nem lennének ott a kordonok, nem támadnának rá Orbán Viktorra, vagy ilyesmi, hiszen látható a videókon is, hogy ahogy kinyitották, vagy ahogy leverték végül is a kordonokat, nem kezdtek el áttörni. Te is gondolom láttad, hogy nem kezdtek el áttörni, ott megálltak, és sőt az a srác, akit a Telexen most ugye lehet látni, az a 17 éves srác, az ugye beállt úgy háttal a rendőröknek, hogy ne menjenek egymásnak a két csoport, a politikusokra se akar egyáltalán senki rátámadni. Nem kéne oda egyáltalán az a kordon. Nekem van nagyon sok unokaöcsém és unokahúgom, a testvéreim nálam idősebbek, tehát nekik már vannak gyerekeik, vannak iskoláskorú gyerekeik, és remélhetőleg nekem is lesznek majd gyerekeim, és én azt szeretném, hogyha egy szabad Magyarországon egy értelmes iskolarendszerben tanulhatnának, ahol nem a munkájukba belefáradt pedagógusok adnák le a kötelezőt, hanem megtanulhatnák azokat a dolgokat, amiket én még meg tudtam tanulni annak idején, akár az általános iskolában, akár a középiskolában a pedagógusoktól, akik a szívüket, lelküket beleadták, és akkor sem volt jó a rendszer. Egyszerűen azóta csak folyamatosan romlik. Én nekem ez a személyes indítatásom. Szeretném, hogyha az országnak lenne jövője. Mert hogy az ország jövője az oktatáson múlik. Ezt már nagyon régen kitalálták, és ez azóta is így van. Remélem, egy picit közelebb hoztam hozzátok az önkormányzati politikát, illetve a politikusokat, mint olyan, vagy pártokat, mint olyan, és nagyon köszönöm, hogy elmondhattam a véleményemet, és megkérdeztél ezekről a kérdésekről, és szép napot kívánok, találkozzunk a tüntetéseken!